Szeretettel köszöntöm Önöket, Hargitay György vagyok, mesterszakács, és ez itt az én alapszakácskönyvem elnevezésű YouTube csatornám, és ma egy klasszikus magyar ételt fogok bemutatni Önöknek, mármint a készítését. Ez a ponty pörkölt. Ugye, ha ponty, akkor általában, sőt, szinte az esetek 90%-ában a haneszlére gondolunk, azután a rántott pontyra, néha a rácpontyra, vagy a dorosmai pontyra, és lusz, pedig hát a ponypörkölt is egy klasszikus étele a mai magyar konyhának. Nem beszélve arról, hogyha hal pörkölt, ugye azért ott van nekünk példaként a harcsa pörkölt, vagy harcsa paprikás. Nézzük akkor most a pontyot. Tegnap én összesen annyi előkészítést tettem, hogy vásároltam 4 darab egyenként körülbelül 20 dekás ilyen pontypatkót, és annyit tettem, hogy tegnap este én besóztam. Tehát legalább egy ilyen 12 órára besózom, így jól átjárja a hal húsát a só. Még egy lehetőség van, nevezetesen, hogy jeges vízbe teszek 4 deka sót, tehát egy 4%-os sóoldatot készítek, és abba teszem bele éjszakára a pontyot. Ez azért jó megoldás, illetve az is azért jó megoldás, mert a jeges víz feszesebbé teszi a pontnak a húsát. Tehát ez a két előkészítési mód, valamelyiket mindenképpen meg kell csinálni, mielőtt nekiállunk a ponty pörköltnek. És akkor rögtön egy olyannal kezdenék, ami a klasszikus receptben nincs benne. Ugye ez a ponty patkó, ez fő olyan 15-20 percet maximum a pörkölt lében. Nem biztos, hogy ennyi idő alatt olyan sok ízt át tud adni, amennyit szeretnék, illetve hát nyilván átad egy csomó ízt, de erre én szeretek egy kicsit rágyúrni. Úgyhogy vásároltam 1 darab hal fejet, aminek ki van már szedve a méregfoga, meg ki volt szedve a szeme. Ezt én földobom csak így, és kvázi lesz egy picit ilyen halas alaplevem, ezzel fogom fölönteni majd a pörkölt alapomat, és így erősítek rá tulajdonképpen a ponty ízre. Tulajdonképpen az a praktikus, mint minden esetben, hogy fölaprítjuk a pörkölthöz való hozzávalókat, és utána kényelmesen nekiállunk főzni. Még annyit, hogy ez a fogás lévén nyár bográcsban is tökéletesen elkészíthető. Első körben 8 deka füstölt szalonnát ilyen apró kockákra vágok. A hal húsához képest 30%-nyi, esetünkben ez 25 deka vöröshagyma az, amit finomra vágok. Egy tévé paprikát ugyancsak kicsumáztam, a csumáját, azt már bele is dobtam oda a halfejhez, az alaplébe. Tehát ezt az egy paprikát, ezt szintén apróra vágom, és ugyancsak apróra vágok egy paradicsomot is. Teljesen alternatív, tehát eredetileg nem szokás beletenni. Én mégis egy nagyon picit beleteszek, hogy sejtelmesen megjelenjen benne. 2 gerezd apróra zúzott fokhagyma. Mint minden esetben a késnek a fokával vágom össze, és egy pillanat alatt megvan, nem kell semmit koszolni. A szalonnát széles lábasba, vagy egy magas peremű serpenyőbe tesszük. Egy kanálka zsír dobunk hozzá, és így a zsírra rásegítve kisütjük tulajdonképpen a szalonnát. A bevezetőben említettem harcsa pörköltet, harcsa paprikást, hiszen ma jószerivel ez az egyetlen hal pörköltünk, ami megtalálható étlapokon. De a ponty pörkölt, ami most készül mellett, régebben nagyon sok helyen lehetett kapni, és készítettük magunk is. Angolnából például pörköltet, azután csukából pörköltet, és talán a legfinomabb, amit főzni lehet ilyen hal pörköltet, még a harcsánál is finomabb, az a kecsege pörkölt. Ahogy szoktam, dobok rá egy kevés sót, hogy minél jobban szétfőjön, és egy olyan 8-10 percig fogom párolni érzésem szerint. Nagyjából fél időben a hagymához adom a fokhagymát, de még egyszer, tehát ez abszolút alternatív, nem kötelező.
8 perc telt el, a hagyma egy picit ilyen aranysárgásra pirult. Most öntök rá vizet, nem sokat, egy olyan decinyit. Teszem mindezt azért, mert ugye a hallal nem fog olyan sokáig főni maga a pörköltnek a szaftja. És én nem akarom, hogy túlzottan darabos maradjon benne a hagyma. Tehát első körben a hagymára öntött vizet, és szerintem egy olyan 8-10 perc, mire nagy lángon ezt a vizet elfövi, és a hagyma tovább puhul. Tehát amint újra zsírjára pirult, akkor fogom meghinteni piros paprikával, utána öntöm fel egy kevés alaplével, kerül bele a paprika paradicsom, és ő úgy is fő még egy olyan 20 percet. És amikor egy sűrű, klassz pörkölt szaftom lesz, akkor kerül majd bele a ponty. Tehát az az utolsó fázis. Visszamértem, másfél deci volt végül is a folyadék, és összesen 6 perc, amíg újra zsírjára sült. Tehát ugye lehet látni, megint elkezdett pirulni a hagyma. Most teszek rá egy evőkanálnyi piros paprikát, elkeverem, és már is öntök rá a hal alapléből, ugye, ami még egyszer mondom, nem kötelező, de én szeretem használni, öntök rá egy ilyen másfél-két decinyit, így. Pontosabban nem ráöntök, hanem ahogy lehetett látni, rászűröm. És igen, kezd alakulni ez a jó kis szaftom. Mehet bele a paprika, a paradicsom. Így. 15-20 perc lesz az a főzési idő, ami alatt nekem itt ez a szaftom tökéletesen besűrűsödik. Közben, hogy ugye nekem azért bőséggel legyen szaft a halon, mindig egy kevés halalaplevet szűrök majd rá. Így. A lényeg, hogy mire oda jutok, legyen nekem egy olyan sűrű, mártásszerű pörkölt szaftom, és akkor leszünk kész vele, jöhet bele a hal. Még itt a főzés elején tulajdonképpen tegyünk bele egy olyan csapott kiskanálnyi sót, aztán majd a végén megint megkóstoljuk, hogy mit tud ez a szaft. És a csípősre legalább háromféle lehetőségünk is van, hogy mit tegyünk bele. Tehetünk majd bele később fölkarikázott csípős paprikát. Tehetünk bele egészben egy jól megmosott csípős száraz paprikát. Megtehetjük azt is, hogy a piros paprika egy részét csípős piros paprikával helyettesítjük, és így adjuk meg a pörköltünknek a tüzességet. És megtehetjük azt, amit én előszeretettel használok, mert ezzel tudom a legkényelmesebben, legbiztonságosabban belőni a pörkölt ízét, kerül bele egy csapott kiskanál csípős piros arany. Nagyjából 15 perc telt el, továbbra is etetgettem itt a halalaplével ezt a szaftot, amiben majd belekerül nekem a ponty. Ugye nevével ellentétben, tehát hogy pörkölt, a hal pörköltek készítése nem úgy történik, mint a klasszikus, tehát nem pirítjuk, hanem egyszerűen belerakjuk a kész klassz pörkölt szaftunkba, és ott pároljuk puhára pár perc alatt. Ellentétben a nevével, tehát nincs pirítás, de valójában akkor is ez mégiscsak egy ponty pörkölt. Megjegyzem, hogy ez a szaft így most ragyogó, egy nagyon picit darabos, ami egyáltalán nem baj. De aki teljesen simát szeretne, vagy legalábbis ennél simábbat, az nyugodtan merülő mixerrel egy párat pörgessen bele a szaftba. Az, hogy mennyire simára, az mindenkinél egyéni ízlés dolga. Egyébként, ha nem nincs kéznél merülő mixer, akkor ugyanezt elérjük azzal is, ha még 10 percig főzzük a szaftot, tehát akkor is ugyanígy szétmegy benne a hagyma, a paprika, paradicsom. Remek, fölöntöttem a maradék halalaplével, most belerakom a hal patkókat, és következik egy olyan 15-20 perces főzés, és utána kész is vagyunk, jöhet a tálalás. Miután a szaftot megkóstoltam, és hibátlan volt, a hal pedig be van sózva,
innentől kezdve már nagy bajunk nem lehet. Közben eszembe jutott még egy alternatív ízesítő, ez a vörösbor. És ezt nem nagy képűségből teszek bele egy 3-4 evőkanálnyit, és nem is azért, hogy elmondhassam, hogy ez egy vörösboros pontypörkölt, hanem azért teszek bele, mert segít, hogy a hal húsa ne főjön szét. 8 perc telt el, a halakat óvatosan átforgatom. Még egy 6-8 perc főzés és tálalás. Elkészült tehát nekem a ponty pörkölt. Díszítésnek, ugye magyaros étel lévén, teszünk rá paprikát, teszünk rá esetleg csípőset, mondjuk szintén egy ilyen 2-3 karikát, és valamennyi paradicsomot, egyetlen egy cikket, valami ilyesfélét, és kész. Illetve jöhet még rá egy petrezselyem levél, és gyakorlatilag így leszünk készen. Fogyaszthatjuk így önmagában puha kenyérrel, savanyúsággal, például a magunk által eltett kovászos uborkával. De a pontypörkölt az, amihez érdekes módon igen sokféle köretet adhatunk. Tálalhatjuk tehát például dödöllével. Tehát ha önök azt olvassák az étlapon, hogy pontypörkölt dödöllével, én nem hiszem, hogy nemet mondanának rá. A dödöl elkészítése egy külön videóban természetesen megtalálható az oldalamon. Legutóbb, mihez is? Talán a szalon tüdőhez töltöttem fel a zsemlegaluskának a receptjét. Ez a zsemlegaluska szintén tökéletes a pontypörkölthez. De tálalhatjuk krumpligombóccal, kapros túrógombóccal, pásztortarhonyával, vagy akár, mint például ugye a harcsa paprikás szokás, pörcös túrós csúszával is. Sőt, ugye, ha a bajai halászlébe kerül gyufa tészta, akkor itt például köretként simán javaslom, hogy főzzenek ki gyufa tésztát, és az legyen az étel körete. No, azt hiszem, hogy hirtelen ennyi. Akinek szimpatikus volt a pontypörkölt elkészítése, kérem nyomjon a videóra egy lájkot. Aki pedig eddig nem iratkozott fel a csatornámra, én azt javaslom, tegye meg, hiszen most már több mint 330 videóból válogathatnak. Aki pedig már föl van iratkozva, kérem ajánlja az oldalt a barátainak, ismerőseinek is. Köszönöm, hogy itt voltak, vigyázzanak magukra, minden jót kívánok!